Két szűk esztendő alatt bő 70 százalék. A piros grafikon azt mutatja, hogy ennyit drágultak az albjelletek az Észak-Alföldi régióban 2015 év végéhez képest. Éves szinten is jelentős 17 százalékos a növekedés. Bár a tavalyi év második felében itt szabolcs már Bereg vármegyében is stagnálni kezdtek a bielleti díjak, 2023. legelején újra drágulásról számolt be az ingatlan.com felmérése. Januárban ismét ö, növekedésnek indultak a bérleti díjak, és országos viszonylatban 1,4%-os drágulás volt a megfigyelhető. Ez nagyjából megfelel a fővárosi bérleti díjak változásának, és a, a vármegye székhelyek tekintetében is ö, változás történt, hiszen ha például már bereg vármegye albérlet kínálatát, tehát a kiadó lakásokat és házakat veszük alapul, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 100 kiadó lakóingatlan szerepelt február végén a Vármegyei kínálatban, ami 15%-os csökkenésnek felel meg, és ez a szűkülő kínálat együtt járt a bérleti díjak emelkedésével. Az észak-alföldi régióban ugyanis egy év alatt 17%-kal, 2015-höz képest pedig 74%-kal nőttek az átlagos lakbérek, Mindez azt jelenti, hogy a Vármegyében jelenleg 110 ezer forint a kiadó lakások átlagos béleti díja. Ahogyan a grafikonon is látszik, a 120 ezer forintos átlaggal rendelkező nyíregyházát Kisvárda követi 100 ezer forinttal, Nagykálóban 90 ezer, Nyírbátorban pedig átlagosan 85 ezer forintért adnak bérbe lakást a kiadók. Balog László elmondta, a dráguláshoz hozzájárult a magas infláció és a minimálbér emelés is. Az egyetlen fél erő a tulajdonosok számára a magasabb rezsi volt. A két hatás együttesen ugyanis a kereslet csökkenését idézhette volna elő. Márpedig az energiaköltség az egyik legfontosabb szemponttá vált az albérletet keresők körében. Elsősorban a lokáció az, ami meghatározó, tehát közel legyen a munkahelyhez, iskolához, vagy ahhoz a, a fontos ponthoz, ami egy-egy bérlő életét meghatározza. Ugye az, a bérleti jogviszony, vagy az albérlet az azért más, mint amikor valaki ingatlant vásárol, mert itt ezeket a a lokációval kapcsolatos szempontokat sokkal jobban tudja érvényesíteni, sokkal rugalmasabban tudja kiválasztani azt a helyet, vagy ezt a városrészt, ahol bérelni szeretne, és ezt akár gyakori időközönként is váltogatni tudják a bérlők. A másik fontos szempont a lokáció mellett az ingatlanok minősége, és ez összekapcsolódik az energiahatékonysági szempontokkal is, mert most már, mivel a bérlők fizetik tulajdonképpen a rezsés és a közös költségeket is, lehet, hogy egy drágább bérleti díjjal rendelkező ingatlan alacsonyabb fe, ö, fenntartási költségekkel, alacsonyabb rezsit költségekkel párosítva összességében olcsóbb lakhatást kínál, mint hogyha egy kevés energiahatékony ingatlan bérlünk ki, nem annyival olcsóbban, viszont sokkal magasabb rezsidíjak mellett. Az ingatlan.com szakértője hozzátette, az elmúlt fél év változásai miatt a jövőben is az várható, hogy elsősorban az új építésű ingatlanok lesznek kelendő szabolcs bereg vármegye albjellett piacán.